Köszöntöm nézőinket! Víztisztító arzénmentesítő berendezés, mobil laboratórium és pilóta nélküli felderítő repülőgép. Csak néhány példa a legújabb magyar haditechnikai fejlesztésekre, amelyek célja, hogy elsősorban a hazai ipar teljesítményére építve lehessen tovább növelni az ország védelmi képességeit. Mint minden hadseregnek, a Magyar Honvédségnek is folyamatos feladata a technikai korszerűsítés és újítás. Fenyegetett helyzetben ez rendszerint azt jelenti, hogy megbízhatóbb fegyvereket, pontosabb célzó berendezéseket fejlesztenek, vagy épp ezeknek a gazdaságosabb előállításán dolgoznak. Békeidőben viszont a fejlesztések elsősorban az ország és katasztrófavédelmi feladatokra összpontosítanak. Az elmúlt pár évben fontos tervek valósultak meg, amelyek hozzájárultak a honvédség speciális képességeinek bővítéséhez. Közéjük tartozik a nemrégiben bemutatott víztisztító és arzénmentesítő berendezés, vagy a hetekben elkészült és kipróbált pilóta nélküli, távirányítással vezérelhető felderítő repülőgép, más néven drón. Itt van velünk Borbíró Zoltán védelemgazdasági helyettes államtitkár. Államtitkárról az előbbi bejátszásban láttuk, hogy melyek a legújabb fejlesztések, de fölmerül ennek kapcsán a kérdés, hogy mégis milyen szempontok alapján döntik azt el, hogy milyen irányba induljon a fejlesztés. 2010-ben, amikor a miniszter úr megbízatása alapján a négy hadipari cég áttekintéséhez hozzáfogtam, ez a terület is abba tartozott, amit át kellett tekinteni a múltat illetően, illetve meg kellett határozni jövő irányait. A jövő irány meghatározásának a szempontja elsődlegesen az volt, hogy a szűkülő források ellenére melyek azok a fejlesztések, amiket fenntarthatónak ítélünk meg, illetve a honvédség szempontjából, illetve a minisztérium szempontjából egyrészt hasznosíthatóak katonai oldalról, másrészt pedig akár polgári területen való hasznosítás oldaláról pedig pénzt hozhat a tárcának. Így szelektáltunk, és így kerültek kiválasztásra azok a projektek, lásd pilóta nélküli repülőgépek, illetve arzénmentesítés, amik alapvetően katonai képességek, ugyanakkor a polgári felhasználása rendkívül széles körű mindkét területnek, és még hosszan sorolhatnám azokat, amiket az elmúlt időszakban kutatásfejlesztés alá vettünk. Az közmondásos, hogy a fegyvergyártás vagy általában a haditechnika az jó üzlet, de hogyan lehet ezen a nyilván nagyon gazdag piacon helytállni és eredményt elérni? Mi szűkülő forrásokból tudunk gazdálkodni. Tehát mi rá vagyunk kényszerítve arra, hogy minél olcsóbb megoldásokat próbáljunk keresni, ez viszont megjelenik a végtermék árába is. Tehát míg egy nyugati terméknél nem biztos, hogy az ár a fejlesztés során az ár arányban van a minőséggel nálunk, a legjobb minőséget kell a legkevesebből kihozni, és ez egy optimális árat fog eredményezni a végén, ezért a világpiaci ára alatt vannak a mi termékeink. Ugyanakkor kiválóság szempontjából talán még sok esetben jobbak is, mint a világpiacon megtalálható modellek. A nemzetgazdaság szempontjából, illetve a Magyar Honvédség szempontjából milyen konkrét kézzelfogható haszna van ezeknek a fejlesztéseknek? Hát a nemzetgazdaság szempontjából remélem, hogy az, hogy egyre több olyan ipari létesítmény, üzem jön létre, amelyek ezeknek a gyártására fog majd ráállni. Hadd mondjam például a víztisztító berendezést, amelynek az első alkatrészétől az utolsó csavarjáig minden magyar termék. Ez a beszállítóknak is kiváló lehetőség arra, hogy esetleg megújuljanak és új termékekkel tudjanak előrukkolni. A másik a HM szempontjából pedig azért meghatározó, hiszen az a bevétel, ami itt csapódik le a gazdasági társaságoknál, ez visszaforgatható az MH-ra, illetve a minisztériumra. 300 katona, fele magyar, fele portugál. A különleges együttműködésre a KFOR misszió keretében nyílt alkalom Koszovóban. A két nemzet békefenntartóinak elsődleges feladata a tömegkezelési műveletekben való részvétel. A koszovói fővárosban található Slimlines táborban települ a KFOR harcászati tartalék zászlóalja, amelyben portugál és magyar békefenntartók közösen teljesítenek szolgálatot. Parancsnokuk José Talambás alezredes, jelmondatuk pedig két nemzet, egy erő. For me is a privilege to work and to be commander. Megtiszteltetés számomra, hogy olyan több nemzetiségű csapat vezetője lehetek, amelyben portugálok és magyarok dolgoznak együtt. Úgy érzem, nagyon jó köztünk az együttműködés, a magyar katonák pedig bátran és professzionálisan végzik feladataikat.
A zászlaj fő feladata a tömegkezelési műveletekben való részvétel, valamint a napi rendszerességgel végzett járőrözés, az ellenőrző áteresztő pontok telepítése és működtetése, illetve a szállítási műveletek tervezése, szervezése és végrehajtása. Ezt a feladatrendszert ugye a portugál-magyar zászlaj kötelékében hajtjuk végre, tehát már egy nemzetközi környezetben, és minden fölött ugye még ez a zászlaj megerősítése kerül különböző műszaki szájopsz és egyéb erőkkel, melyek szintén más nemzetektől kerülnek az adott feladat végrehajtására, idevezénésre. A magyar katonák legnagyobb része első alkalommal vesz részt a misszióban, de vannak közöttük, akik már igazi veteránnak számítanak. A külszolgálat válaszában legfontosabb tényező az, hogy én szeretek mindig egy új csapattal, új katonákkal kijönni, akikkel úgymond egy sikeres feladatot végre tudok hajtani, mint vége van a misszión. Ez egy alkalmi, úgymond harci kötelék, ez a dandár teljes salegységéből tevődött össze. Lényegében a otthoni századomból 5-6 fő van kint. A háború vége óta az ország nagy részében normalizálódott a biztonsági helyzet, de északon olykor kiéleződik a feszültség. Ebben a légkörben kell a katonáknak mindennapos feladataikat ellátniuk, ez pedig nem lehetséges folyamatos gyakorlás, kiképzés nélkül. Koszovó nagy részében a biztonsági helyzet azt lehet mondani, hogy átlagos, semmi olyan különleges veszélyforrásnak nincsenek kitéve, főleg a külföldiek, amelyek máshol is előfordulhatnának, azt lehet mondani, hogy az általános közbiztonsági helyzet jó. Egy biztos. Az országban nagy szükség van a magyar katonák munkájára, amit a helyi közvélemény és a KFOR parancsnoksága egyaránt nagyra értékel. A 21. századi hadviselés kulcsa az információs tér feletti uralom. Míg a 90-es években az úgynevezett kiberbűnözés még nem okozott végzetes károkat, napjainkban egyre nagyobb veszélyt jelentenek az internetes támadások, amelyek a világ bármely pontjáról elérhetnek a világ bármely más pontján működő létfontosságú rendszereket. Az információ hatalom. Ma még inkább, mint régen. A közelmúltban számos olyan esemény történt, amely arra utal, hogy sokan szervezett módon bűnözésre használják fel az internetet. Számos célja lehet ennek. Az információszerzés, a pszichológiai hadviselés, a propaganda tevékenység, a toborzás, az adománygyűjtés, a hálózatépítés, vagy éppen az adathalászat. A megszerzett információk pedig akár hagyományos terrorcselekmények megtervezéséhez és kivitelezéséhez is felhasználhatók. A kiberbűnözők testre szabott, célzott, rossz indulatú programokat és kifinomult közösségi manipulációs technikákat használnak, hogy illetéktelenül hozzáférjenek az érzékeny információkhoz. Napjaink fejleménye, hogy a hagyományos fenyegetések mellett egyre inkább megjelennek az állami megrendelésre, illetve támogatással végrehajtott kibertámadások, amelyek már a hadviselés részévé váltak. Egyre sürgetőbbé válik ezért, hogy a szövetséges kormányzatok összehangolják és megerősítsék az internetes terrorizmus elleni védekezést, kiépítsék az együttműködés leghasznosabb formáit. Vendégem dr. Kassai Károly ezredes, a Honvéd Vezérkar elektronikus információvédelmi osztályának vezetője. Ezredes úr, kezdjük az alapfogalmak definiálásával. Sokszor halljuk azt, hogy kibertér, kiberterrorizmus, kiberbűnözés. Miről is van itt szó? Ezzel kapcsolatosan tartalmilag csak annyit célszerű összefoglalni elmondani, hogy a kiber, a cybertér legyen az összekapcsolt hálózatok összessége, az ebből keletkezett tartomány. A kiberteret érő különböző támadások azok manapság inkább bűnözői körökhöz köthetők, vagy éppen már az egyes államok is betették erre a területre a lábukat, és élnek ezzel a lehetőséggel. Teljesen egyértelmű, hogy az érdeklődő tínédzsertől kezdve akár az állami szereplők széles skáláján lehet azonosítani műveleteket, de a műveletek összetettsége, bonyolultsága és az infrastruktúra összetettsége miatt a bizonyítás nagyon nehéz. Nagyon kemény következtetést azt kimondani, hogy valamelyik állam ezzel kapcsolatosan tett valamit. Mennyire hivatalos, hogy például egyes hadseregekben vannak ilyen egységek, amelyek ilyen támadások kivitelezésével foglalkoznak? A hadtudomány, illetve a különböző média jelentések
egyes országokat megcímeznek, hogy milyen fejlesztések történnek ezen a területen. Más oldalról ugyanezek az országok, ugyanezek az államok nemzetközi szerződéseknek tagjai, ahol például a 2001-es Budapesti Konvenció leszögezett tényként aláírták, hogy más hálózataiba, más nemzetek, illetve akár az egyének hálózataiba nem lépnek be, illetve tiszteletben tartjuk egymás jogait itt is. Tehát egy kettőség tapasztalható, hallhatunk híreket arról, hogy készülődnek támadóképességek, illetve vannak nemzetközi szerződések jelenleg, amelyek szavatolják az adataink biztonságát. Eddig a támadás lehetőségéről beszéltünk, de milyen lehetőségei vannak a védelemnek, és hogyan készül föl erre a Magyar Honvédség? Első és legfontosabb kijelenteni való az, hogy a védelem nem akkor kezdődik, amikor észleljük a támadást, akkor már nagyon későn van. A védelem jelenti azt, hogy olyan rendszert alakít ki valaki, vagy szervezetek alakítanak ki, amik megfelelően védettek, ne adj úristen, szeparáltak az internettől, vagy más architektúráktól, illetve ezzel kapcsolatosan megfelelő védelmi mechanizmusok beépítettek-e, a hozzáférési jogosultságok, beleértve a felhasználói vagy rendszer szintű jogosítványok megfelelően vannak-e kialakítva, illetve minden elektronikus adatkezelésben résztvevő megfelelően tudja és érti-e a dolgát és felelősségét. Lassan filmsztárrá válnak a Magyar Honvédség helikopterei, hiszen egyre több itthon forgatott külföldi produkcióban kapnak, ha nem is fő, de mindenképpen megtisztelő szerepet. Legutóbb az Eiffel-torony tetejénél körözött egy Mi-8-as helikopterünk, legalábbis a film sztoria szerint. Hollywoodi profizmussal, külföldi és magyar színészek részvételével zajlott a munka a szolnoki helikopterbázison. A katonák számára nem jelentett újdonságot a felkérés, hiszen legutóbb szintén az ő segítségüket kérték a Bruce Willis főszereplésével készült Die Hard forgatásánál. Helikopterbázis az, ha jól tudom, csak Szolnokon van Magyarországon. Megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, és beírtuk a kérvényünket, leírtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, és hál' Istennek pozitív elbírálásból részesítettek minket, és megkaptuk az engedélyt, hogy forgathatunk itt. És itt pedig valami eszeveszett, hogy milyen sok segítséget kapunk, tehát minden a parancsnok úrtól kezdve a legénységig minden keretetes módon segít minket, úgyhogy nagyon ezúton is nagyon szépen köszönjük a segítséget a Honvédségnek. A történet szerint egy hónapon át tartó földrengés sorozat vonul végig Európán, és a felgyülemlő vulkáni tufa hatására megváltozik az éghajlat, beköszönt a jégkorszak. Kamarás Iván meteorológus professzort alakít a filmben. Nagyon kedvesek voltak a katonák végig, nagyon kedves, udvarias, tisztelettudó és intelligens emberként viselkedtek velünk, úgyhogy ezúton is szeretnénk köszönni nekik a közreműködésüket, a segítségüket, és a Honvédelmi Minisztérium nagy segítségét, ami nélkül nyilván nem is jöhetett volna létre ez az egész munka. Az amerikai film nem kisebb neveket vonultat fel, mint a hazánkban is népszerű Lost című sorozat egyik sztárját, Jeffeyt, és az Indiana Jones sorozatból, vagy a Gyűrűk urából ismert John Rhys Davies-t. Mindig öröm katonák és katonanők társaságában lenni. Nagyra értékeljük, hogy ennyire kedvesek és vendégszeretők voltak. A valódi katonák számára rendkívül mulatságos lehet azok látványa, akik eljátszák, hogy katonák. Nagyon jó szórakozás. Szeretem a science fiction-t. Az Ice Age második részét az amerikai piacra kerülést követően jövőre láthatják a magyar nézők. Kedves nézőink, a Célkeresztben látták. Legközelebb már az új esztendőben, január 2-án jelentkezünk. Addig is péntekenként megnézhetik Honvéd 7 című heti hírösszefoglalónkat, illetve látogassák meg honlapunkat a www.honvédelem.hu címen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!